Egyelőre csoport elsőségre áll a Ferencváros, hiszen 16-13-ra vezet a Larvik az első félidőt követően, vagyis összesítésben egy gól megmaradt a dabasi mérkőzéssel együtt, de hát még van hátra 30 perc, és hát döntetlenre kellene lehozni ezt a második félidőt, hogy ezzel köszöntünk el az első játékrészt követően. Hát az a nagy-nagy különbség egyébként egyelőre az egy hónappal ezelőtti találkozóhoz képest, hogy a kapus teljesítmény az nem olyan, mint volt akkor, illetve hát ugye átlövésgólok hiányoznak nagyon, hiszen Szucsánszki Zita egy gólt szerzett, Tomori egyet sem. Igazából a szélről, illetve a beállóból vagyunk eredményesek. Igen, de a második fél időt úgy hozzuk X, hogy csak a szélsők és a beállók lőnek volt, azzal is meg leszünk elégedve, így van. Igen, hát ugye Szucsánszkitől és Tomoritól sem lehet várni mindig, hogy a hátán cipelje a csapatot, tették már ők mindketten elég szerezt ebben a Bajnokok Ligája sorozatban. Na van még akkor 30 perc, a Fradi elkezdte a második félidőt, és reménykedjünk benne, hogy bő fél óra múlva örülhetünk majd. Vérten tett most ezért egyet, lőtt egy gólt, 16-14. Most is nagyon szépen végigment a labda, és nagyon nagy helye volt az Orsinak. A negyedik találata Vértennek, oda szépen Leganger feje fölé elhelyezte a labdát. Breivang, Hammerzeng, Szulland. Most beszélgettünk itt a szünetben. Tényleg ettől a norvég csapattól ezért olyan nagyon nagy extrákat nem láttunk itt az első félidőben. És valóban úgy van, ahogy Elek Gábor mondta, hogy egy picit talán jobbak annál, mint voltak a dabasi mérkőzésen, de nagyon nem. Úgyhogy meg lehet egy jó második félidei játékkal, meg lehet az első hely a csoportban. Szucsánszki, Vérten. Huszonkettesel Krisztina Bille Hansent láthattuk egy pillanatra. Ő kezd most a jobb szélen Riegelhout helyett. Szulland pedig előre jön Tomorira. Követő emberfogást kap tehát most Tomori Zsuzsa. Oleg Gustav Gyekstad úgy tűnik, hogy rendesen kivideózta a Ferencvárost, mert Tomori általában a mérkőzések második fél idejében szokott brillírozni. Szucsánszki lövését védte közben Leganger. És gólt szerez a Larvik Breivang révén. Lassításból mindjárt talán meg is láthatjuk, hogy miért. Egyelőre titkolóznak a norvég kollégák. Tomori. Úgy tűnik, hogy egy támadásra szóltak, csak követő emberfogás. Gyorsan ki is használta Tomori, hogy szabadon hagyták. 17-15 kellett hozzá egy kis mázli is. Nem, nagy mázli kellett hozzá. De a lényeg a gól. A képen természetesen ott van a norvég válogatott bő keretében. Az északiak is készülnek az Európa-bajnokságra, épp úgy, mint ahogy a miénk. A magyar válogatott bő keretében a Ferencváros adja a legtöbb játékost. Breivang. Elvették a labdát a Larviktól. Lehet még feljebb zárkózni. Tomori, Pena. Tomori, jó bejátszás, Szamaránszki, 17-16. Szamaránszki, Piroska nagyszerűen sápárkodik a helyzeteivel. Egyet-kettőt kiadott az első fél időben, de ez már a hatodik gólja volt. Breivang. Szulland most betör. Ott maradt a rés az egyes és a kettes védőnk között. De szerencsére Abramovics útját állta a labdának, úgyhogy az egyenlítésért támadhat a Fradi. És ezúttal most Szucsánszkit próbálja kivenni Szulland. Szamaránszki, ez is gól! És megint a válla Szamaránszki Piroskának.
A hetedik találata volt ez már, nagyon szépen fordult be, ott Blanco mellett. Még Bille Hansen is segített a beállónak. Elek Gábor. Nagyszerű kezdés itt a második félidőben. 4 gólt szerzett már a Fradi, úgyhogy nem telt el még 4 perc. Nagyon szépen megoldotta, és most már lövéseinél is jobban figyel, hogy ne pont ütemre lövje el a legangárgemnek a lövését. Nálad hanyadik gólja volt Szamoránszkinak? Nálam 7. Hetedik nálam is. Jó, norvégok 6-ot írtak. Csak szeretnék, hogy 6 legyen. Időt kért közben Ole Gustav Gjekstad. Ő azért szeretné ezt a csoport elsőséget így az arcára pillantva. Mert a játékosait annyira nem motiválja egyelőre. Az a kérdés, Zizi, tehát ha följönnek emberfogózni, egy kicsit türelmesebben játszunk, jó? Elmondtam a fél időben. Fölmész, meghajolsz, nem fogod tudni belőni a rövidet. Jó? Nem hülye, hát oda fog menni, hát megcsinálják a lövőfolyosót, te kényszeríted bele magad, érted? Akkor ezt meg fogja fogni. Védekezésben ez jó, amit csinálsz, az ütközések továbbra se legyen beálló játék, jó? Gyerünk, és a visszarendeződés továbbra is a visszarendeződés. Jó, gyerünk, 2-3! Talán ez a legfontosabb, amit itt utoljára mondott Elek Gábor. Az első fél időben azért szerzett jó néhány indítás gólt a Lármik. Egyelőre itt a másodikban sikerül rendesen visszaérni a Fradinak. De hát persze úgy könnyű, hogy minden támadás végén gól születik. Ez a legkönnyebb megoldás arra, hogy ne tudjanak indítani, lerohanni bennünket. Hammerzeng. Ezt bedobta valahogy, ez az egyéni zsenialitása. Ami most itt átsegítette ebben a helyzetben. Ott már úgy tűnt, hogy elveszíti a labdát, de aztán csak összeszedte még. 18-17. Pena, Tomori. Szucsánszki tovább, Pena. Pena betör. De kár, hogy belefújtak. Még ráfújhatott volna egyet. Volt már egy hátról bepattanó labdája Legangernek, most még ezt is megadják. Bár hát irtózatosan kemény nőnek tűnik, nem tudom, hogy el lehet-e ilyenekkel bizonytalanítani. Nem vagyok benne nem biztos. Nem valószínű, nem. Én se úgy ismerem, hogy ezzel el lehetne. Szucsánszki, Tomori, belemenés gyanús volt, de 7-es szerencsére és 2 perc is. Ezt most köszönjük szépen. Kétkezes lökést mutat Breivangra. Kikerekedett szemekkel nézte a norvég, hát az volt. Kint volt a kéz. Kéz, hogy Bille Hansen, tehát ha nincs ott Breivang, akkor lehet, hogy belemenést fújnak egyébként. Két kézzel lökte a szélső védőre rá Zsuzsit. Szucsánszki a 7-essel. És eltalálja Legangert támaszkodó lábát. A második kihagyott büntetőn. Ott tessék nézni, felemeli a jobbat. És a bal bokáját lőtte ki tulajdonképpen Szucsánszki Zita. Marad a 18-17, és bő másfél percig ember hátrányban vagyunk most. Illetve ember előnyben még mindig, bocsánat. Ember hátrányban támadhat a Larvik. Szullanda. Szullán felmegy, és kár 2-vel vezetnek. A harmadik gólja. Pena. Tomori, ott most nem lehet befordulni. Kovacsic. Sajnos túlságosan is közel volt már Legangerhez. Nem nagyon volt esélye ellőni mellette. Igen, meg a Piri is nehezen tudta továbbadni a labdát tovább, de nem jött úgy ütemre, tehát azt már nagyon nehezen szedte össze a Móni, és így nehezebb ellőni kapura. Rigel út most bent a pályán, a legnagyobb meglepetés ebben középen. Ez egy figura része lesz majd, alig, ha nem fut majd be a falba, legalábbis
erre lehet számítani, bár ő egyébként átlövőt is könnyedén játszik. Attól függetlenül, hogy jobb szélső az eredeti posztja. 15 másodperc még Rejván kiállításából. Szépen gyűjtögetik a faltokat most. És mindjárt kiegészülnek. Szulland lépett egyet ki jobbra. Szerencsére a magasodó kezek egyikében sikerült lelassítani ezt a labdát. Sarah Breistolt láthattuk egy pillanatra, ő is a pályán. Szucsánszki. 8. perc a második fél időben, 19-17. Tomori. Szucsánszki egy alsó lövés. Nincs meg a kipattanó, pedig Szamoránszki nagyot küzdött a labdáért. Legángernek meg beúszhatunk megint egy strigulát. Blanco próbálta bejátszani oda a maga helyére. Wille Hansen szaladt be középre. Norvég szabad dobás jöhet majd a törlés után. A marokkó ferencvárosi szurkoló tábor. Zeng, Breivang. Hammer Zeng, de Akiról ment ki. Breivang, Szullánnak, 10 méterrel Abramovics. Jól van, olyan messziről lőhet Szulland. A túlságosan nagy repertoár nincs egyébként Szulland kezében. Szóval sajnos Leganger most megint megfogta a mieinket. Itt még Abramovics védése. Közben jó lenne az élőképet nézni, már Abramovics hárítása nekünk nagyon tetszik. Legangeré már kevésbé. Úgy tűnik, hogy hetes lesz. A képek erre engednek következtetni. Vagy... nem. Akkor a kipattanó labdára ott maradnánk. Igen, úgyhogy akkor miénk a labda. Egyszerűen csak kihagytak egy helyzetet. Na, 2 perces kiállítás, Elek Gábor. Azt hiszem, hogy sokat reklamált a zsűri asztalnál, és ezért most ember hátrányba kerül a Ferencváros. Na most aztán senki nem tudja, hogy mi van. Mert könnyei potyognak. Ezek nem örömkönnyek, az egészen biztos. Még az iménti ütközés nyomait viseli magán. A labda a Ferencvárosé. És 19-17-ről folytatódik a mérkőzés, akkor szerintem ember hátrányban leszünk majd. Henrik Lacour, Laurzen úr Dániából a mérkőzés EHF ellenőre. Ő mondott most valamit a játékvezetőnek. No, a meccs folytatódik. És 5-en vagyunk a pályán, úgyhogy akkor ember hátrány. Szucsánszki, Pena. Kovacsics. Pena zuhant be a hatoson belülre. Breistollal együtt.
Bent van most Edin is, ő fogja Tomorit. Tomori. Szabad dobás, nem írják most ki nekünk ezt a két perces ember hátrányt. Tomori elég előkészítetlenül lőtt el. Ez is számított a legangrább. Edin, 20-17. Ebből lehet, hogy újabb kettő perc lesz bizony. Szucsánszkinak kell lemenni. Kritikus perceket él most át a Ferencváros. Innen láthatjuk majd jól. Ez a levegőben lökte meg a lövőjátékost. Meg lehetett adni, most viszont 6-4 ellen a norvégok a pályán. Igen, ezt meg kellene türelmes játékkal végigjátszani, amíg kiegészülünk, ami nem lesz könnyű, de muszáj lesz minél többet rámenni a far és faltot kiharcolni. Tomorira természetesen figyel Edin. Vérten Pena és Kovacsics még a pályán. Pena! Vérten! Ezeket még nyugodtan lehetne akár passzív játék is, játékra is játszani, tehát minél tovább legyünk az ő kapujuk előtt. Szerencsére technikai hiba a norvégoknál, Kovacsics. Hú, ott aztán most visszazártak mind a hatan. De a szabaddobás nekünk jó. Lassan egy emberünk visszajöhet, hiszen az a két perc, amit Elek Gáborra róttak ki, tehát az ő fegyelmezetlensége miatt kapott a Ferencváros. Lassan le kell, hogy teljen. Szekercés meg is érkezett, viszont a labda az ellenfélé. És Tonya Larsennek nem jó az átadás. Gyekstad arcára nem az elégedettség ül ki egyelőre. Azért szómi szó, ezt a kettős ember előny nem a legjobban, nem a legprofiban játszott a végig a Larvik. Amit persze mi egyáltalán nem bánunk. Ez nekünk csak jó. Igen, azt érzem, hogy ezt a kritikus időszakot kellene most valahogy megúszni, valahogy átvészelni. Leperegnek a másodpercek, és most már teljes létszámban a Fradi. Szamoránszki. Pena betör, Pena, és eltalálja Leganger, de hetes. Kellenek ezek az egyéni akciók, ha már az átlövések nem mennek a mai napon. Tanja Larsen lökte meg Pena vállát, ott. Igen, a Nere is jó lehet, ott mindenféleképpen, mert gyors lába van, jól cselez, tehát ott a... És Tomori is kiadja a hetest. Védők között ott helyzetbe kerülhet, de hát ezeket a heteseket jól lenne belőni, hogy ott tudjunk maradni 2-3 gólon. 4-ből 1 egyelőre a 7 méteres mutatónk. Pena Szucsánszki és Tomori is elhibázott már egyet. Így aztán marad a 20-17. Edin. Breivang. Breistol. Újabb 2 perc. Azóta a Kovacsicsnak. Talán jó lett volna, hogyha a Pire egy picit visszalép, és be tudott volna neki segíteni, mert nagyon egyedül maradt a Móni. Itt, hogyha belépett volna a Pire, ketten jobban meg tudták volna állítani. Megint hatan az öt ellen a norvégok. Breivang, Szulland, Edin, ott maradt a lyuk a falban. Ez is hetes. Illetve ez hetes. Hiába védett nagyot Abramovics. Belül védekezett Szamoránszki. Riegelhuth.
szemben Abramovic. Jól van! Hú, de kellett ez most a csapatnak. Léna is egyre többet fog. Átlövések most a hetes is, úgyhogy nagyon, nagyon kell a végjátékra. Ugye az, amikor arról beszéltünk, hogy fárad a Ferencváros, azért az a kapusok teljesítményén is meglátszott az elmúlt mérkőzéseken, hiszen a Volgográdban is, és a Larvik ellen is 50% feletti kapus teljesítményt nyújtott a csapat, ugye Pastrovics és Abramovic, és aztán a következő három mérkőzésen viszont olyan 30% körül volt. Igen. Ez a mutató. Náluk is észre lehet azért venni, tehát fejben mindenféleképpen, ahogy koncentrálnak, hogy eljön az a mérkőzés, amikor egy picit lemaradnak lövésekről, de hát én azt gondolom, ez természetes. Szucsánszki gyürkőzik ott középen, és elveszik a labdát a miénktől. Ezt most nem értem őszintén szólva. És ott marad Edin üresen. 21-17. Szépen elmozgott Tomoriról anyja Edin. Suchnelli egyébként most a jobb szélen, hogy a Kovacsics kiállítása miatt. 35 másodperc még a forból. Nem, mint a norvégok fóriából. Penálő közbe, Leganger. Nagyon ezek a lövések a Legangernek, ezek nagyon-nagyon könnyű labdák. Egyetlen egy átlövés gól tud felmutatni a Ferencváros 3/4 óra alatt. Az nagyon-nagyon kevés. 22-17. És ezzel megint átlendült a négy gólos határon. A Larvik Elek Gábor időt is kér gyorsan. Borzasztosokat! Azt kértem, hogy a Breivány már kifelé! Külső oldal, egyes, kettes közé! Jó, befelé nem jó! Befelé nem jó, jó? Mindenki egészülsz, kezd el a játékaidat! Tudom, hogy most élöktelek bele a szarba ez a kiállítása, de ide nem csináltam semmit! Jó? Gyerünk, mászunk ki belőle! Oké? Okay? Védekezést hozz vissza! Próbáljuk meg, így van! Gyorsíts fel elő a játékot, és meg lesznek a helyzetek! Világ végéig nem fognak befújni minden! Gyerünk! 2-3! No, holde konsentrasjonen oppe hele tiden. Det har vært bra, spesielt her. Sørge for at de er våkne hele veien. Anja står toer her når de er fullt lag. Issa og Gro som treere. Og så er vi våkne. Nå har vi også tre bakspillere å løpe etter med i kontra. Og de begynner å bli møre. Så kjør på, kjør på. Det ligger helt i det å ha bit hos Joakim, sa Kvesetø. Ja. Elek Gábor próbálta még egyszer utoljára belelkesíteni a játékosokat. Igen, ahogy a Gabi beszélt, tehát ugye a játékosok azért úgy föl tudnak jobban pörögni, tehát kell egy ilyen menet közben, tehát az valaki ilyen egy hangon beszél, hát az nem túl jó. Legalábbis én nem szerettem azt soha. Tehát a norvégok ehhez vannak hozzászokva. Penalövését blokkolják, sajnos Régelődnek mehet Zitzerben. 23-17. A negyedik gól, a gyors indításból most eredményesek a hazaiak. Ezeket lenne jó elkerülni. Két legmagasabb védő. Tehát vissza, amit a Gábor is mondott ezzel, hogy vissza kellene tényleg arra a játékra állni, hogy vagy a szélsőket, vagy a beállót megtaláljuk. De most a... Tomori szerzett gólt. Zsuzsi jókor lőtt. Viszont 3-18. Szullámda. Edin. Bejátszás jó. Blanco a földön. Kiállítás szerencsére most nincs. Sőt, még Blancót figyelmeztetik a fehér oroszok. Riegelhut. Edin. Hammerzeng, Abramovic! Jól érezte most, hogy melyik sarokra jöhet a labda. Tomori. Hammerzeng állítja meg 9 méteren. Ott azért egy jó kaliberű ellenfél már megfogja Tomori Zsuzsát. Aztán azért mégiscsak abból a zónából
a Ferencváros legeredményesebb és legerősebb játékosa. Vértel, ez most szép játék volt Szucsánszkival. Nagyon jó volt a vissza kontrapassz. És most még, hogyha 6 gólt sikerülne szerezni ebben a következő 13 percben, akkor a mínusz 4 is belefér. Tomori. Deáki, belemegy. És ebből most megint jönnek Edin. Ezekért nagyon-nagyon nagy kár, mert tényleg ilyenkor szokták azt mondani az edzők, hogy inkább lője fel az ember a lelátóra, csak ne tudjanak gyorsan indulni, mert ez így mínusz 2 gól tulajdonképpen. Nem szereztünk elől, és kaptuk hátul. Igen. Szekercés. Larsen megpróbált eljátszani, itt is egy belemenés. Nem Larsen volt, hanem Blanco. Lényegen mondjuk nem változtat. Szucsánszki. Tomori. Nyuga bejátszás. Azt is be lehet fújni bizony. 7-es belül védekezésért. Nem baj, szerezünk pici, apró, csúnya gólokat. Csak tudjuk tartani a lépést a Larvikkal. Nagyon nereje a pena, hát hogyha kiment már a gondolataiból az a kihagyott büntető. Igen! 24-20. És megtört a rossz sorozat, 3 kihagyott 7-es után. Gólt szerez a Fradi a büntető vonal mögül. Edin. Hammerzeng. Riegelhut tovább, Reisztal. Riegelhut középről. Hát igen, tud átlövőt is játszani. Egyébként ő szokott átlövőbe is játszani, tehát ez nem idegen pozíció. Most megmutatta, hogy valóban nem. 25-20. És bő 10 perc a végéig. Tomori. Szekercés. Szaboránszki valahogy még kigyötörte onnan középről a labdát Vértennek, de már kapott egy szabad dobást közben. Kucsánszki le a szélre, Vérten. Kucsánszki 9-ről, simán védi Leganger. A labda, én azt gondoltam, hogy a miénk lesz. Nelli ütközött az ellenféllel. Hát ezt most nem értem őszintén, szóval, hogy miért a norvégoké. Lát, hogy oldalról jöttek. Hozzá. Igen. És ráadásul 7-es a másik oldalon. Deáki volt belül, Szaboránszki meg rángatta Hammerzenget. Zullande. Jól van Abramovics, a második 7-est védi. Azért szerencsére ők is tudnak rontani. Marad a 25-20. Tomorig, jó! Lent maradt egy Larvik játékos közben. Igen, már hogy tovább ment a lövőkéz, az pont a Zsuzsinak lövőkéz, az pont eltalálta. Látványos vetődést mutatott be Leganger, de ez is kevés volt most Tomori lövésével szemben. Vízilabdában szoktunk hasonló gólokat látni, hogy gyakorlatilag amikor kapja a labdát a játékos, már hátul a keze.
és csak lendít. Na, Tomori ezt jó 9-10 méterről eresztette most meg. Nagyon jó lövés volt, meg ilyen ütemtelenül, tehát igazából ezek jók a Legangernek. 25-21. Jekstad aggódik nagyon. Egyelőre most meccs 0. Itt láthatjuk még egyszer, hát bizony. Blanco volt az egyébként, aki telibe trafált, Tomori Zsuzsa. Igen, ez kellemetlen tud lenni. Nekem is így tart el adni az orrom. És a norvég edző be is megy a pályára. Az, hogy megszédült Blanco, az szerintem a minimum. Egyelőre nem tud felkelni. És hordágy kell. Tomorit mutatják. Teljesen vétlen volt egyébként ebben, tehát lendítette a karját. És hát ő ilyen erővel lő. Ez azért elő szokott fordulni, hogy bizony, ugye, hogyha lendíti az ember a kezét lövésnél, akkor az bizony tovább halad. Hát igen, a lövés után tovább megy a lövőkéz, és tényleg akaratlanul is, de eltalálhatja a védőt, ez abszolút benne van ezeknél a talajról történő lövéseknél. Gyekszát pedig egy rögtönzött kupak tanáccsal múlatja az időt. Azért szerintem a Larviknak is fontos az, hogy első helyen menjen tovább a csoportból, ugye. Egyáltalán nem mindegy az, hogy két csoport elsővel, vagy két csoport másodikkal kerül majd össze a csapat. Hát a Ferencváros számára, pedig ugye hát most, hogyha végignézünk a többi csoporton, ugye a Győr megnyerte már a maga négyesét, ugyanígy tett a Völcseá is, és hogyha a Buducsot azt legyőzi a Viborgot, akkor nagy valószínűséggel a címvédő is első helyen jut tovább. És ott a Ferencváros számára sem mindegy, hogy ebből a három csapatból kettőt kap. Ráadásul úgy, hogy abból az egyik akár a Győr is lehet, vagy csak egyet. És akkor a csoport másodikok közül jön majd kettő. Hát igen, azért fontos, hogy első helyen tovább tudjunk menni. Nem mindegy, hogy milyen ellenfelet kap a csapat. És bizony a Larvik számára sem mindegy, hiszen épp azt számolgattuk itt a szünetben, hogy abban az esetben mondjuk, hogyha a Larvik második ebből a négyesben, akkor akár mondjuk egy Győr Larvik Völcsea hármas is összejöhet egy csoportba. Nem hiszem, hogy bármelyik együttestél is repestének az örömtől mondjuk egy ilyen sorsolás láttán. Igen, ez egy gyönyörű csoport lenne. Egyébként csak a két magyar csapat lép pályára a mai napon. Ja, a Győr magabiztos győzelmet aratott a Kolozsvárral szemben, és így 100%-os teljesítménnyel végzett a B csoport első helyén. És játsszák most még ugye ezt a találkozót, az összes többi mérkőzést a hatodik fordulóból majd holnap rendezik. És akkor lesz majd teljes, egész pontosan, hogy melyik csapatok lesznek ott a legjobb nyolc között. Hát Blankót pedig hordányra kell tenni. Azt hiszem, hogy kapott egy kisebb agyrázkódást is. Leszíjazzák. Az látszott, hogy eszméleténél van, hiszen mozgott, úgyhogy... Hát ilyenkor egy kis agyrázkodás, orrtörés az benne lehet. Szolland és Gyekszát figyeli aggódva Isabel Blankót, aki alig, hanem majd vastaps kíséretében hagyja el hordágyon a pályát. Igen, azért ez nagyon érdekes, hiszen látunk ilyet kézilabda mérkőzéseken, azért jó néhányat. Itt azért az is Blanco szerencsétlenség, hogy valószínűleg borzasztóan érzékeny helyen találhatta el a fejét Tomori, hiszen itt azért az sem mindegy, nyilván a lövőkéz a fej melyik pontjával találkozik. És hát nagyon közel van. Tehát ez azért iszonyú erővel történik ez az ütés. Nem tudom, hogy rögtönzötte ez a felirat, minden esetre Isabel Blancónak szól. És mi hamarabb gyógyulást kíván neki, azt hiszem. Ugye ezt tesszük mi is innen Budapestről.
Csak az utolsó 9 percet nélküle fogja megvívni a Larvik, az egészen biztos. 25-21 a mérkőzés állása. Jelen pillanatban meccs 0 van. Zseleg Gábor ott ugrál az oldalvonal mellett. Igyekszik még feltüzelni a játékosait erre a hátra lévő néhány percre. Igen, mert sokat is hát az idő, tehát azért kicsit vissza kell jönni a meccsbe. Reméljük, sikerülni fog. Le lehet merevenni bizony most egy jó 5 percet. De talán még többet is állt a játék. Levették a labdát a norvégoktól. Szekercés. Tomori. Szucsánszki hozza ki inkább. Túlságosan is ráfutottak a falra a mieink. Szucsánszki betör egyedül, gól! Igen, ám, de belefújtak, igen. Ráadásul most, ha minden igaz, akkor Szamoránszki maradt lent. Ezt most miért engedik tovább? Riegelhuijt, na most fújtak bele. De nem is értem, látta, hogy ott maradt a Péri, és hogy miért nem... Tehát nem volt direkt indítás. Ezek a percek itt most nem a kézilabdáról szólnak sajnos. Abban meg csak reménykedünk, hogy az a sziréna hang, amit itt hallunk. Szóval az nem egy mentője, amely Blancóért jön, de azért elképzelhető. Itt láthatjuk még egyszer. Lent volt már Szucsánszki lába, talán ezért nem, vették el. Nem volt, és lépésem volt. Nem tudom, miért, mit fújt le. Lehet, hogy esetleg a Pirinek az árása, de a Pirit meg két kézzel lőtték ki onnan, tehát nem tudom. Na mindegy, lépjünk túl rajta, a játékosok is kénytelenek. 23. perc, 25-21 továbbra is. Edin. Suknelli továbbra is bent a jobb szélen. Kovacsicot tehát nem küldte vissza a kiállítása után Elek Gábor. Riegelhuijt közbelő, jó a blokk. Szamoránszki, Szucsánszki robog. Azért inkább vissza. Jöhet a megfontolt támadás, de áll ki le. Helyette pedig szekercésbe, illetve ezúttal most Pena. Jól megtréfált az elmúlt két támadás során, szekercés volt a jobb átlövő. Tomori, nem jó a bepassz, és ezzel most elmehetnek. Hammerzeng, 26-21. Nem számoltam, hogy hány ilyen gólt kaptunk, amikor nem tudtuk befejezni a támadást lövéssel, hanem eladtuk a labdát, vagy blokkolták a próbálkozásunkat, vagy belenyúltak egy passzba, de szerintem a 6-8-nál járunk már. És azért az nagyon sok olcsó gól. A labda a miénk. Két perc. Bizony, nem engedte elvégezni a szabaddobást a norvég játékos, meg is kapja a büntetését érte. 2 percig ember előnyben most a Ferencváros. Kinek kell lemenni? Elek Gábor időt kért minden esetre. Figyelj ide! Én tudom, hogy Gyula fáradt vagy, állva nem fogjuk tudni megoldani. Gyere egy picit hátrébb, lendülettel, jó? Tehát ennyi a kérésem, hogy lendülettel kezdj el kézilabdázni. 5 perc van, vagy 6,5. Valahogy túl kell vészelni, jó? Gyere, közel vagy ahhoz, amit szeretnél, csináljuk meg, jó? Tehát ennyi a feladat. Előnybe mi legyen, süti vagy hipó? Zsuzsi, mi a jobb neked? Bármi? Jó, akkor csináljuk a sütit, jó? Gyerünk, jó? Vi får ta tak i det vi kan gjøre noe med. Sørge for at vi holder det sammen. Cecilie? 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 Helt dit. Der, eller venstre? Der, høyre. Ok. Hold det sammen der. Sørge for å holde oss på de andre posisjonene. Jeg tror det er bare Tomori vi skal fram på. Men går vi fram nå i undertall, så fullfør helt fram. Ja, da har vi spilleren. Ja, jeg prøver å hjelpe. Ja, fremover så skal Linn på.
Egy, pin på. Anja kommer här, så kör vi kort övergång. Érdekes volt, mind a két szakvezető kikérte most a játékosok véleményét a taktikáról. Tomori azt mondta, hogy neki mindegy. Most de legalább bemond, azt megcsinálja. Így van. Igen, mert tényleg van, amikor ugye a játékosok belülről jobban érzik, hogy tényleg mi az, ami jobb lenne, jobb helyzetet eredményez. Benne le a szélre, nem jött pontosan, jól suknak. Csánszki, Tomori. És piros lap. Riegelhuttnak le kell menni. Tomori megkap egy 2 percet. Sajnos így oda lesz a kettős emberelőny. Ott egyértelmű arcraütés Riegelhuttól, sajnos Tomori viszont utána nem tudott uralkodni magán. Meg kell mondani, hogy ezen a meccsen is nagyon sokat kapott a Zsuzsi is fejre, előző mérkőzéseken is már. És hát nagyon-nagyon nehéz ezt úgy végtürelmesen, úgy szó nélkül megállni. De azért jó lett volna, igen, hogyha őt nem állítják ki, és akkor kettős előnybe leszünk, vagy lettünk volna. Így viszont most 5-4 ellen, azért az sem rossz felállás. Tényleg rettenetesen fáradtak lehetnek a játékosok, elképesztő sorozaton vannak túl, Riegelhutt közben már a lelátón. És azért azt senki nem gondolta volna, én azt hiszem, akkor, amikor elkezdődött ez a csoportkör, amikor megvolt a sorsolás, hogy a Ferencváros harcban lesz még 5 perccel az egész sorozat vége előtt az első helyért a C csoportban. Már pedig most ez a helyzet, Vértel emelése és Leganger védése. Belekapott a kapus, nem volt elég nagy íve Vértel dobásának. Marad a 26-21. Hammerzeng. Edin. Hammerzeng. Tamaránszki idejében engedte el. Fél perc múlva visszajöhet az egyik Larvik játékos, Hammerzeng. Nagyon okosan ölik most az időt a norvégok. Most már nem tehetik sokáig, mert fent a bíró keze. Abramovic véd, a labda megvan. Belül vagyunk most már az utolsó 5 percen. Pena. Szucsánszki át a másik oldalra, Suk bemegy, 26-22. Suknelli első helyzetét gólra váltja. Nagyon jó helyen, pont a derekánál lőtte el. Jó lövés volt. 4 perc. Belefújnak. Szabad dobás lesz a Larviknak. Hammerzeng, Edin lefordul Sukról, Edin ellövi, és fújnak méghozzá szerintem 7-est. Lefordult Suknelliről, bizony 7 méteres lesz. Ebben most benne volt egy picit Suk rutintalansága, talán hogy egy picit hamarabb elengedi Edint. Igen, de el is kellett volna, mert ezek a bírók tényleg befújják egyből 7-esre. Edin pedig gólt szerez, 27-22. A negyedik gólja. Anya Edin!
Pena. Tomori. Ő is visszajöhetett most már, vérten nem ment be sajnos. Lassú volt a labda, picit. És addig Ruda ért a védő. Tomori. Jó a blokk, és Edin ezzel mehet. De a Mörk 28-22. A hatodik gólja Mörknek, ő a legeredményesebb Larvik játékos, a hajó pedig most kezd elmenni sajnos. Most a 28-24 sem jó nekünk, ráadásul Breivang lent marad a földön. Megpróbálja kiállítatni, Tomorit is sikerült. Sajnos Zsuzsiban még benne maradt az előző szituáció is. Nem ment neki az egész mérkőzése, de hát ez semmi nem volt. Ilyenek mérkőzésen számtalanszor előfordulnak. Ezt mutatja Tomori is. Itt a második fél időben nagyon-nagyon sokszor játszott emberhátrányban a magyar együttes. Hát kint volt a bal kéz, ez kétségtelen. Így most azért ebből a kamerálásból jobban látszott. Én azt hiszem, hogy Tomori mérkőzésbéli előélete is benne volt azért ebben a kiállításban. Hát pontosan tudták a norvégok azt, hogy nála ezt most el lehet érni. Hammerzeng is azért így most ember hátrányban a Ferencváros és 6 gól mínusz. Innen azért sajnos elég nehéz elképzelni, hogy négyen belül tudunk maradni, de még a mínusz 4 is elég messze van. Hammerzeng, Edin. Most már figuráznak is, rálépett a vonalra szerintem. A beálló, de ráadásul egy 2 perc Szucsánszkinak. Hát itt most szórják ki a mieinket. De ott állt a vonalon. Ja, mondjuk azért fut a behetésre. Hát ott fogta talán egy kicsit a norvég, igen. Hát arról nem beszélve, hogy a norvég játékos belekapaszkodott Szucsánszki mezébe. Edin hetese jön. Eltalálja a kapufát, a kipattanó az övék. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez még így a legjobb a Larviknak. Edin. Hammerzeng. Edin le a szélre, szabad dobás. Az a bosszantó, hogy úgy ment bele a Ferencváros ebbe a hajrába, hogy bőven volt esélye elérni azt az eredményt, amire szüksége volt, és aztán most úgy vagyunk itt másfél el a vége, hogy semmi szansz. 29-22 és 2-s ember hátrány. Szolland a szérről volt eredményes. Szekercés. Pena. Pena lő közben, ez becsorog. Hát ez így most már csak szépség tapasz. Mindjárt az egyik kiállítás letelik. Hát nem lesz meg az első hely, amire nagyon vágytak a ferencvárosiak, és amire mi is vágytunk, hogy ne kelljen egymás ellen látni a két magyar csapatot a Bajnokok Ligájában. Hát ez persze még így sem biztos, hogy egy csoportba kerül a két együttes, de így most már a Fortunán fog múlni. Még egy időt kért a Larvik mestere. Vi ska ta ut tempo nu, ska vi bruka vart 15 sekunder för vi startar krysset. Nej, och vi följer av varmen kommer från den här tiden. Jag har väldigt god tid. Nej, det är inte. A norvég sportolót én még nem nagyon láttam idegesnek. Elég nyugodtan.
Egy támadásnyi idő van még hátra a mérkőzésből, fél perc. Én azért úgy láttam ezen a mérkőzésen is, hogy ami eddig jellemző volt, hogy tényleg minden gól után örülnek, és az a hangulat veszi őket körül, ami úgy eddig is jellemezte. De most egy kicsit ez másképp jött le, tehát azért tudták ők is, hogy nagyon nehéz dolguk lesz, és tényleg itt az utolsó pár percig nem volt biztos az, hogy ők lesznek a csoport első. Bizony, itt most Pernille Wiebe-ből is felszabadult valami. Örülnek ők ennek nagyon, hogy itt 7 góllal nyerni tudtak. Itt a vége, 30-23-ra győzött a Larvik, és ezzel megnyerte a csoportot. A Ferencváros pedig második helyen jut tovább, de úgy, hogy 5 mérkőzést nyert meg, és csak itt ezt az utolsót veszítette el a 2011-es BL győztes otthonában. Hát én nem mondom, hogy a játékvezetőkön múlt, mert azért ezt nem lehet mondani, de itt a második félidőben azért indokolatlanul sokat játszott emberelőnyben a Larvik. Azt hiszem, hogy ez vitathatatlan. Egyértelműen, meg az a sok pár, vagy a sok kiállítás miatt, igen, az is befolyásolt a végjátékot, meg az a 5-6 perces játék megállás, amíg ott a Blankót elvitték, tehát nem szokott azért ilyen sokáig állni egy mérkőzés. Elhiszem, hogy nagyon rosszul lett itt az ütés után, de ez sok volt, olyan sokat álltott a meccs, sajnos. Azért ki tud már esni egy csapat a ritmusából. Az igazsághoz még azért az is hozzátartozik, hogy a Ferencváros nem játszott úgy, mint a dabasi mérkőzésen, és látszott nagyon a játékosoknak, hogy már egy nagyon-nagyon hosszú sorozat végén járnak, és voltak pillanatok, pláne itt a végén, amikor már nagyon-nagyon fáradtan mozogtak, és hát fejben is azért kijött a koncentráció hiánya, illetve a fáradtság, azért gondolok itt Tomori Zsuzsára, akitől azért fegyelmezetlenséget nem nagyon láttunk eddig, sőt egyáltalán nem láttuk ebben a szezonban, most ez is bekövetkezett sajnos. Hát Tomori Zsuzsa volt az, aki közben meg nagyon sokszor a hátán vitte ezt a csapatot, amely nagyszerűen szerepel tehát, és a Győrrel együtt tovább jutott, és Magyarország az egyetlen, amely két csapatot delegál majd a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjébe, a legjobb 8 közé. Egy sorsolás majd jövő héten, és aztán várjuk az ellenfeleket, és februárban, majd amikor már túl leszünk egy Európa-bajnokságon, akkor újra folytatódnak a küzdelmek a női kézilabda BL-ben. Természetesen jövő pénteken majd a Bajnokok Ligája magazinban még kitárgyaljuk az utolsó csoportkört. Cecil Legangert választották a mezőny legjobbjának, nem csoda, nagyon jól védett, és csapata Larvik megnyerte a csoportot. Vádár Ildikónak köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. A lényeg, hogy a Győr is és a Ferencváros is ott van Európa 8 legjobb női kézilabda csapata között. Viszontlátásra! Unika, az új generáció biztosítója.